Köszöntöm a nézőket a Biztonságos Internet napja alkalmából, amely egy az Európai Unió általi kezdeményezés, ami felhívja a figyelmet az internet használat veszélyeire, illetve lehetőségeire egyaránt. Nos, hogy miként is kell biztonságosan mozogni az online térben, segítségünkre lesz Tóth Rebeka, aki az NKE kiberbiztonsági mesterképzés hallgatója. Sziasztok! Igen sok irányba el lehet menni ebben a témában. Rebeka, szerinted mik a leginkább égető kérdések a biztonságos internet használatot tekintve? Neked mi jut elsőként az eszedbe? Én mindig arra gondolok, és próbálom a barátaimnak, a családomnak is tanítani, hogy mi is az, ami egyfajta red flagként szolgál. Tehát, hogy mi az, amire oda kell figyelnünk elsősorban, mi az, ami felkeltheti a figyelmünket, hogy mi van, hogyha ez mégsem olyan igazi, mégsem nyertem 10 000 dollárt a WhatsAppon, mégsem sorsolt ki engem az Instagram, és ezt próbálom barátaimnak, illetve a családomnak is mindig mondani, hogy mi az, amire fontos odafigyelni. Szerintem fontos alkalmaznunk a szkepticizmusnak az elvét, hogy mindig egyfajta szkepticizmussal nézzünk a dolgokra, és ne higgyünk el mindent elsőre, amit látunk. És az említett fontos szempontok mellett talán van egy-kettő ilyen minimális energiabefektetést igénylő tevékenység is, amivel lehet csökkenteni, hanem növelni a biztonságunkat. Gondolok itt például gyakori jelszóváltoztatásra, vagy esetleg VPN használatra. Milyen egyéb ilyen tevékenységet végezhet el az ember? Szerintem nagyon fontos amúgy a vírusírtó mellett az ilyen spybot alkalmazások használata is, ami kicsit máshogy keres, máshogy vizsgálját a számítógépedet, mint egy antivírus szoftver, mivel ezek egy adatbázisból dolgoznak, aminek mindig up-to-date-nek kell lennie, addig ezek általában arra keresnek rá, hogy mi az, ami gyanús tevékenység, illetve amit én szeretek ajánlani, bár ez talán egy kicsit már magasabb szint, hogy egy virtuális masinban próbáljunk meg egy virtuális gépben keresni. Én például ezt szoktam alkalmazni. Nyilván a virtuális gépből is, hogyha megtámadnak, onnan is ki lehet jutni, nem lehetetlen, de az is ad egyfajta a extra biztonsági szintet, hogyha egy virtuális masinba próbálunk keresgetni, és látogatjuk meg azokat az oldalakat, amik nem feltétlenül biztonságosak. Hogyha már beszéltünk kicsit a veszélyekről, magam részéről én is észrevettem, hogy gyakorta lépek, sőt nem is lépek, hanem gondolkodás nélkül fogadom el az adott oldal felhasználási feltételeit, vagy fogadom el az adott sütiket. Ez mennyire lehet veszélyes? Hát igazából a mai világban bele kell gondolnunk abba, hogy gyakorlatilag minden veszélyes, mindenhogy gyűjtik az adatainkat, és egy kicsit szerintem elkezdünk afelé menni, hogy sokkal több előnye van, mint hátránya, és elfogadjuk azt, hogy oké, Facebook minden adatot begyűjt rólunk, de hogy nagyon sok előnye van, a barátainkkal tudunk kapcsolatot tartani, képeket megosztani, a nemzetközi szinten kapcsolatot tartani, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit olyan dolog, amit el kell fogadnunk, viszont akár veszélyes is lehet, hogyha nem feltétlenül olyan oldalra látogatunk el, mint mondjuk a Facebook, hanem tényleg valami ismeretlen új oldalra, ugyanis nem csak egyébként a te hibádból származhat az, hogy téged megtámadnak, hanem egy gyenge oldal hibájából is, ilyen például a cross-site scripting, ami gyakorlatilag nem feltétlenül rajtad múlik. Tovább menve ebben a veszélyes témában, ugye, és ha vizsgáljuk a társadalom biztonság tudatát, talán kijelenthetjük, hogy a gyerekek, valamint az idősek vannak leginkább veszélyben. Most nekünk, mint a legdigitálisabb, írástudóbb generációnak, miben nyilvánul meg a felelősségünk, ha egyáltalán van felelősségünk abban a tekintetben, hogy ezt a biztonság tudatot az ő részükről növeljük? Szerintem mindenképpen fontos nekik átadnunk azt a tudást, és valahogy a lényeg az lenne, hogy úgy megfogni ezt a tudást, ezt a tananyagot, hogy számukra érthető legyen, minél egyszerűbben próbálni vezetni őket. Ugye kicsit el kell szerintem különíteni a gyerekeknél, inkább az oktatásba kéne beépíteni, még az időseknél pedig inkább, sokkal inkább egy leülni, együtt átbeszélni, megfogni a kezüket, és minél inkább segíteni próbálni nekik. Szerintem például én a nagymamámnak a telefonjára nem nagyon sok safeguardot telepítettem, hogy még véletlenül se tudjon olyan helyre menni, vagy olyan csinálni, ami veszélyes lehetne. Szóval például ezekkel a safeguardokkal van ez a parental control egyébként, ami sokan vitatnak, de szerintem nagyon sok előnye is van. Most itt nagyon
remekül beszéltünk az idősebbekről, de kicsit rátérve a fiatalokra, én is gyakorta észreveszem mondjuk unokaöccsek vagy kistestvérek esetén, hogy rendkívül jól kezelik ezeket az adott elektronikus eszközöket. Mikor célszerű elkezdeni a gyermekek körében ezt a biztonságtudatfejlesztést, szerinted? Én úgy gondolom, hogy egyből, amint megkapják az első elektronikus eszközüket, ami manapság már elég fiatalon megtörténik, úgyhogy szerintem a tananyagnak is ebben kéne haladnia, hogy tényleg már általános iskolában mindenkinek van számítógépje, telefonja, még a mi időnkben szerintem ez nem volt annyira általános. Így fontos lenne egyébként egy játékos, már alsó tagozatokban egy játékos tanrendet beépíteni, ami a kiberbiztonságra épít, és egy kicsit gamifikálva, hogy játékos, pontszerzős, versenyszellemes dolgot hozzunk ki belőle, ami motiválja őket, illetve fenntartja az érdeklődésüket. Ha már tanév és tanulás, az idei tanévtől szeptemberben indult ugye a kiberbiztonsági mesterképzés, amin te is részt veszel. Milyennek látod ezt a képzést, mik a tapasztalatok, milyen hasznos skilleket tudnak elsajátítani a hallgatók, akik ebben tanulnak? Nekem nagyon tetszik, hogy eléggé gyakorlatorientált, ugyanez elsőre nem jön ki, viszont tényleg a tanárok úgy adják át az elméleti anyagot, hogy az gyakorlatba is be tud ültetni, gyakorlatba is megismerd ezeket a biztonsági feladatokat, hogy hogyan kell reagálnod egy támadásra, és nekem ez nagyon tetszett, hogy tényleg kicsit gyakorlatiasra próbálják csinálni, illetve tényleg eléggé az alapoktól indul. Persze, hogyha valaki nem erről a területről jön, akkor szükséges egy kicsi extra tanulást is befektetni, de tényleg nagyon barátságosak, tényleg alacsony szintről indul, úgyhogy én ezt a szakot csak ajánlani tudom mindenkinek, aki érdeklődik a kiberbiztonság iránt. Most indul az új fél év is majd februártól, úgyhogy sok sikert kívánunk erre neked is, Rebeka. Kedves nézőknek pedig biztonságos internetezést, tartsanak velünk máskor is.